Szeretettel köszöntöm a 60 televízió nézőit, Önök Riporter című magazin műsorunkat látják. 64 fekete-fehér mező szabályokkal tűzdelve, ahol a lépéseink végső és visszavonhatatlan döntések, akárcsak az életben. Burkhardt József, a 60-i sakszakosztály képviseletében a vendégünk, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy a sakk is lehet eszköze a jövő generáció útjának mederbetereléséhez. Szeretettel köszöntöm Önt itt a stúdióban, és köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Nagyon szívesen. Kedves József, én úgy gondolom, hogy míg az én nagyszüleim generációja volt az utolsó, akik leültek a kisunokákkal és megtanították őket sakkozni. Azóta valahol a nagy rohanásban, karrierépítésben lássuk be, hogy háttérbe szorult a sakkozás. Ön mit gondol? Van arra esély a közeljövőben, hogy akár a parkokban, akár a kávéházakban ismét sakkozó emberekkel találkozzunk? Szeretném hinni. Szeretném hinni. A probléma az, hogy az emberek rákattantak a monitorokra, a képernyőkre, a tabletekre, mindenre. És nem veszik ezt, hogy vannak ilyen dolgok, mint a sakk, amelyik egy vonzó alternatíva arra, hogy végre fizikálisan és közelségben legyünk egymással. De mondom, optimista vagyok. Mi az előzménye annak, hogy ön sakk oktatással foglalkozik? Tudhatjuk az eredeti végzettségét? Igazából bányaipari szakközépiskolán van, ez nem sok összefüggés van a sakkal, ez világos. Talán csak annyi, hogy a könyvtárban, az ottani könyvtárban találkoztam először igazán egy sakkönyvvel, amit elkezdtem forgatni, és ez egy igen nagy lökése volt ennek a dolognak, hogy későbbiekben komolyabban vettem. Hogyan lehet sakkoktatói minősítést szerezni? Ez nem bonyolult a mai világban már. Vannak ilyen úgynevezett gyorsított tanfolyamok, 12 órába lehet végezni egy ilyen oktatást, ami egy tanúsítványt ad arról, hogy oktathatjuk a sakkot. Ez 12 órás, még egyszer mondom, tehát gyakorlatilag kivitelezhető, nekem is kéne már, de minden idő kérdése. Sajnos nem fér bele. De fölmegyek majd, Pesten van ez. Bárkit, akit érdekel, nagyon szívesen látnak a sakkvilág szerkesztőségében, ott vannak ezek a tanfolyamok. Mi a feltétele annak, hogy valaki önöknél tanulhasson? Lehetnék nagyon prózai, és azt mondanám, hogy jelentkezzen. Szívesen várunk mindenkit, nincs semmiféle kitétel. Mikor javasolt elkezdeni sakkozni? Hány éves kortól? Bármikor. És itt mondanám, hogy is. Tehát a lényeg az, hogy az életünk utolsó harmadában is érdemes ezzel a dologgal foglalkozni, mert nagyon sokat segít fizikálisan, és a sok, konkrétan az agyunkat nagyon helyre teszi. Nagyon sok orvos mondja, hogy a sakkozók körében szignifikánsan kevesebb az Alzheimer-kóros, illetve a sztrókos beteg. Úgyhogy ilyen előnyei is vannak a saknak. Ha a gyermekeket nézzük, azért gondolom egy iskoláskort célszerű elérni. Természetesen jobb, hogyha nyilván minél hamarabb kezdjük el ezt a dolgot. Igazából itt a nagy probléma, tehát megszerettetni a gyerekekkel ezt, mert ez egy bonyolult játék. Ha sikerül, akkor ha csak azt, hogy felfedezzék ebbe a szépséget ebbe a dologba, akkor már nyert időnk van. Tehát ezen vagyunk mi oktatók, hogy felfedezzék a szépségét ennek a játéknak. Világméretű vita folyik arról, hogy a sakk az sport, játék vagy képességfejlesztő eszköz. Vegyük úgy, hogy minden együtt. Ez művészet is. Tehát az, aki sakkozik, azt tudja, miről beszélek, hogyha azt mondom, hogy egy partit gyönyörűen kivitelezünk, vagy csak nézünk világbajnokok partijait, az miféle örömet okoz nekünk. Óriási dolgok ezek. Tehát nekem van olyan partim, amit 20 éve játszottam, és a mai napig lejátszom, és óriási örömet okoz. Tehát ez a sakk, ez megtanít minket nagyon sok mindenre. El kell viselnünk a vereséget, a győzelmet. Erre megtanít a sakk, mert az ember ugye nem csak a vereséget nehezen viseli, hanem a győzelmet is sokszor rosszul kezeli. Tehát ebbe is segít, barátságok köttetnek a sakkától. Akkor nyilván rengeteg képességet fejleszt, memória, logika. Egyszerűen nem tudom felsorolni, mennyi az agynak az összes tevékenységére kihat pozitív értelemben. Igen, egy nagyon sokoldalú szabadidős tevékenység. Így van ez is, pontosan. Kérem, mutassa be a 60-i sakkszakosztályt. Mióta léteznek, hány tagot számlálnak, milyen programokat szerveznek vagy kínálnak az érdeklődőknek? Nos, a helyzet az, hogy én úgymond bevándorló vagyok ilyen téren, tehát jött-ment. Én nemrég költöztem 60-ba, 60 közelébe, és nem tudok sokat magyar történelméről. Azt tudom, hogy jelenleg
16 igazolt játékosunk van, és itt szeretném gyakorlatilag a mozgótórugót ennek a tanfolyamnak kifejteni, mert az a legnagyobb problémánk, hogy nincs utánpótlásunk. Tehát én egy Csikónak számítok gyakorlatilag a csapatba, és ez elég szomorú tény. Úgyhogy felkerestem a szakpolgármester volt Lestján Balást, aki önzetlenül elkezdett segíteni nekünk mindenben. Tehát az újsághirdetés, az iskolákban, és neki köszönhető valószínűleg az is, hogy itt és most népszerűsíthetem a sakkot. Nagyjából ennyi. Az oktatás során sakktörténelmet is tanulnak a résztvevők? Azt vettem észre a fiataloknál, hogy nem igazán érdekli ez a részvevőket még, majd hogyha eljutunk egy bizonyos pontig, amikor már beszélhetek világbajnokokról, beszélhetek magyar nagyjátékosokról, akkor már fogja őket érdekelni ez a része. És annyit szoktam nekik elmondani, hogy ez egy állítólag perzsa játék, de sokan mondják, hogy indiai, illetve az, hogy arab közvetítéssel jött Európába. Annyit szoktam elmondani nekik, hogy a két szó, hogy sakmat, az mit jelent? A sak ugye az a perzsa királyt jelenti, tehát sak. És ebből lett a sak, és a mat pedig azt jelenti, hogy ez a király meghalt. Úgyhogy ebből áll gyakorlatilag az összes oktatásban, ami a történelmet illeti. A polgárlányok sikerei után azt tudjuk, hogy hosszú időre elcsendesedett a média, bár a sakk fejlesztésére irányuló törekvések nem hagytak alá, hiszen jöttek a hírek, hogy heti egy órában jó lenne kötelezővé tenni az iskolában a sakkoktatást, ami sajnos nem valósult meg. Ön hogy látja, van esély a sakknak az oktatásban? Ugyanaz, mint az első kérdésnél volt, igen, szeretném hinni. Tehát nagyon szeretném hinni, mert én szó nélkül bevezettetném ezt a játékot, ha nekem lenne lehetőségem erre, az intézkedésre, hisz látjuk az előnyeit. Nagyon kéne egy ilyen oktatás. Az ugyanolyan volt, mint az én időmben a katonaság, egy nagyon hasznos dolog volt, ami most már ugye nincs, a kötelező katonaság, hogy az a sakban a szellemi részt kötelezném, illetve ugye a viselkedés kultúrát a gyerekek elsajátítanák a sakk által. Hiszen kénytelenek ülni 3-4 órákat egy játszmánál, és ez igenis önfegyelemre tanít, ami az iskolába is kellene igazából. Tehát ha összességében nézem a dolgot, a viselkedés kultúra, illetve a problémakészség, a megoldó készség fejlesztése miatt, ugye ezek az általános iskola alapvetései, ez miatt szükségesnek látom, hogy be kéne vezetni a sakkot. Mikor indult a sakkoktatás 60-ban? Kicsit tájékoztassuk a 60 televízió nézőit, mit tudhatunk erről, milyen időpontokban, milyen helyszínen történik a sakkoktatás? Igen, ez januárban, most januárban indult. Folyamatosan várjuk a jelentkezők. Tehát nincs az, hogy most elkezdtük, és akkor nincs jelentkezés, tehát nyugodtan lehet jönni bárkinek, aki szeretne ezzel foglalkozni. Ahogy írtuk, 10-től 100 éves korig is bárkit fogadunk. Mert a sakk az abszolút kortalan. Én még tudok 68-70 éves nagymesterekről, aktívakról, akik képesek leülni a 6-7 órát és megverni fiatal csikókat, nagyon nagy játékosokat már. Úgyhogy ez teljesen kortalan játék. Mindenkinek szívesen ajánlom. Programjaink például ez, hogy versenyeket szervezünk, amire bárki eljöhet. Bárki eljöhet, nem kell hozzá semmi. Kipróbálja magát, kicsit szórakozik, megnézi. És ez az oktatás pedig itt 60-ban folyik természetesen a Nagy Endre rendezvényteremben, a Kossuth tér 24-ben. Kedden és pénteken van. Ez külön van osztva kezdőre, illetve haladóra. A kezdők vannak 4-től 6-ig, tehát kedden délután 4-től este 6-ig, illetve pénteken a haladóknak van délután 3-tól 5 óráig. Ez egy 2 órás foglalkozás, az oktatásdíja 200 forint, tehát egy jelképes összeg, hogy kicsit komolyabban vegyék az egészet, mind a szülők, mind a gyerekek. És hát még egyszer mondom, nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, akárkit, aki jelentkezik. Nyugodtan lehet telefonon, de ha oda jön ebbe a két említett időpontba, ott is bármikor le tudjuk. Tehát akkor nem kizárólagos előzetes regisztráció kell hozzá. Nem szükséges teljes. Kedves József, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Úgy gondolom, hogy nézőink nagyon sok hasznos információval lettek gazdagabbak. Kedves nézőink, önöknek köszönöm a figyelmet, és ne feledjék, ha kedvük támad sakktudásukat feléleszteni, akkor szeretettel várja önöket a 60-i sakkszakosztály keddi és pénteki napokon a 60-i Nagy Endre rendezvényteremben. Kellemes időtöltést kívánok, viszontlátásra!